Ő az. Magabiztosan járkál Jászberény határában. Jól lehet, a reggeli mínusz 8 fok nem az ő világa. Társai még Afrikában élvezik a meleget, ő viszont nálunk telelát. Ez az egyed az év folyamán érkezett be hozzánk, nem egyedül, többet magával, legyengült állapotban. Ugye több sérült madarat is fogadunk itt a sasközpontban, az év folyamán sikerül meggyógyítani őket, felerősíteni őket, és az augusztus folyamán szoktunk elengedni, ugye még a honolási időszak előtt a fehér gólyákat. Hát ugyanúgy őt is elengedtük, ahogy a többi bekerült fehér gólyaegyedet is, de valahogy ő úgy döntött, hogy inkább itt marad. A maradás mellett számtalan érv szólt a gólya számára. Az utóbbi évek legpocakosabb esztendeje volt a tavalyi, azaz rekord létszámú rágcsáló jelent meg a határban. A gólya számára a pocok pedig élelemforrás. A pocok populáció gyarapodása pedig a gólya számára terített asztal. Táplálék van bőven, a SAS központ munkatársai pedig állandó felügyelet alatt tartják, így biztonságban is van. Neve azonban még nincs a természetvédelmi őrök, egyednek nevezik, és az is szinte biztos, hogy nem ő az egyedüli, aki Magyarországon telelát. Mostanában egyébként rendszeres, hogy több ilyen fehér gólya is van. Hortobágy környékén is lehet ilyenkor találkozni egyébként fehér gólyákkal, meg egy-egy településről vannak hírek, hogy áttelelő gólyák vannak. Enyhe telek ezt eredményezhetik, hogy bizonyos egyedek inkább úgy döntenek, hogy áttelelnek. A természetvédelmi őrök még nyáron gyűrűzték meg az áttelelő gólyát, egy ehhez hasonló fémgyűrűt erősítettek a lábára. Így könnyen szemmel tudják tartani, és ha kell, gondoskodni is tudnak róla.